A Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre technikuma és szakképzési iskolájában számos szakma elsajátítása közül választhatnak a pályaválasztás előtt álló 8. tanulók. A szakképzés átalakításával egy olyan új rendszer alakult meg, amely a korábbinál jobban figyelembe veszi a tanulók alapkészségeit és szakmai kulcskompetenciáit, továbbá rugalmasan követi a munkaerőpiaci elvárásokat. Juhász Gábor, az Ady Endre technikum és kollégium igazgatója beszélt arról, hogy milyen lehetőség közül választhatnak az ide jelentkezők. Ösztöndíj és munkabér lehetősége mellett tanulják az adott szakmáikat. Ezek a szakmák az iskolában 8 ágazatban találhatóak meg, illetve 15-17-20 szakmát jelentenek az adott tanév sajátosságait figyelembe véve, mindig bővül a kör, vagy mindig változik egy picit, attól függ, hogy mik az igények. A szakmák és ágazatok, illetve a képzési tartalmak újragondolásával a gyakorlatorientált oktatás segítségével a tanulók piacképes és korszerű tudással lépnek be a munkavilágába. Az iskolában alapvetően műszaki képzés folyik, de szépészeti szakmát is elsajátíthatnak az ide jelentkezők, illetve most már honvédelmi képzésben is részesülhetnek a diákok. A szépészeti tanműhely egy olyan nagyon korszerű tanterem, amiben azt gondolom, hogy megtalálhatunk minden, ami egy mai 21. századi modern kozmetikában rendelkezésre áll. Ugye az iskolában 93-ban indult a kozmetikus képzés, és azt gondolom, hogy ilyen mértékű fejlesztés nem történt ebben az időszakban, ha visszatekintek, és ez ugyanígy igaz a fodrász képzésre is, tehát az egész szépészeti ágra. Az intézmény törekszik arra, hogy a náluk tanuló diákok a szakmákat a legkorszerűbb eszközökkel és technológiák segítségével sajátíthassák el. Ezek az újítások motivációként hatnak a diákokra, hiszen modern eszközökkel jó körülmények között tanulhatnak, amit bizonyít az is, hogy az idei tanévben jelentősen megnőtt az Ady iskolába jelentkezők száma.